Garas Mihály tartományi oktatási titkár Topolyára látogatott. Kétnapos pedagógus képzést tartottak a Bambi iskoláskor előtti intézményben. Hétvégén már változóan felhős napos idő várható. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök március 22-i híradónkat látják. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár a tartományi kormány alelnöke Topolyára látogatott. Az önkormányzatban, valamint a Sinkovics József műszaki iskolában és a mezőgazdasági iskolában járt. Ellátogatunk a Vajdaságban minden iskolába, és ebben az évben ezt meg szeretnénk valósítani. Nagyon sok helyre el kell jutni, több mint 550 intézménybe. És ez a nap a Topolya községre van számva, több iskolába látogattam el, látogatok még el. Pacséron kezdtük a Mósa Piede általános iskolával, és ott egy munkamegbeszélésünk volt az iskola vezetésével, a községi vezetőkkel, annak kapcsán, hogy az iskolai épületet hogy felújítani, milyen szükségletei vannak még az iskolának ezzel kapcsolatosan, és egyébként mi az elképzelésük, mik az ötleteik, szükségleteik, ami az oktatást illeti. Tartományi pénzből sikerült biztosítani az ablakok cseréjére mintegy 2 millió 900 ezer dinárt ide Pacsérre, a Pacséri Általános Iskolába, és a jövő hét folyamán elkezdődnek majd a munkálatok. Szeretnénk, hogy mielőbb befejeződjenek, és ez minőségi módon történjen meg. Ez mellett persze más szükségletek is vannak még az iskola épületének a felújítására vonatkozóan, ezt tekintettük át, és gondoltuk át, hogy hogy folytatni majd mindazt, ami elkezdődött. Most itt vagyunk a Sinkovics József műszaki középiskolában, Topolyán, és itt próbáltuk átlátni azt, hogy mire van szükség. A tartomány és a középiskola között jó az együttműködés, az elmúlt években több ízben is sikerült pénzt biztosítani felszerelésre, bizonyos felújításokra is, például a kerámia lapokat biztosította donációból a tartomány, és nagyon jó volt látni azt, hogy egyrészt a padlólapok már a helyükön vannak, másrészt pedig a fallapokat maguk a diákok helyezik fel a falra a gyakorlati oktatás keretében, és ez legalább olyan minőségesen történik, mint ahogyan az igazi mesterek csinálták a padlólapokat. Ez egy jó példa arra, hogy összekötni a kellemest a hasznossal. Persze itt más szükségletek is vannak. Nyilászárók cseréjére van szükség, szóval szigetelés megoldására van szükség, és most van folyamatban, vagyis most fejeződött a pályázatunk mintegy 150 millió dinár összegre, és az elbírálása van a napokban folyamatban. Lehetséges, hogy sor kerül majd arra, hogy olyan döntés születik, hogy a Sinkovics kapni fog ebből a pénzből. Most ez attól függ még, hogy összesen hányan jelentkeztek, és hogy milyenek a prioritások, tehát milyen prioritásokkal jelentkeztek a többi iskolák is, de én úgy gondolom, hogy ez a középiskola nagy esélyekkel kaphat eszközt erre, amire pályázott. Ez is azt hiszem, hogy 3 millió, 4 millió dinárnyi összeg, de hát nem szeretnék a rúd elé szaladni még. Ezután még ellátogatunk a mezőgazdasági középiskolába, ott is jelentős támogatásokat sikerült tartományból biztosítani a felújításokra, és itt a tetőt újította fel az iskola ennek köszönhetően, de hát egy égető kérdés a diák otthon a mezőgazdasági középiskola esetében, hiszen ezt a beruházást be kell fejezni mielőbb, és én úgy látom, hogy a
község és a tartomány közös erővel ezt meg tudja oldani, és ez a több mint 100 férőhelyes diákotthon hamarosan beüzemelhető lesz, és ez biztosan, hogy a középiskolát és egyáltalán a középiskolákat itt Topolyán erősíteni fogja, hiszen azok, akik most utaznak, bent lakhatnak Topolyán, és ezzel könnyítik az iskolai életüket. Másrészt ez egy vonzó tényező lesz a beiratkozásokkor, a középiskolába való beiratkozásokkor, hiszen azok a középiskolák, amelyeknek van diákotthonuk, vagy egyáltalán abban a városban van diákotthon, ahol középiskolák működnek, biztosan, hogy nagyobb létszámú diákra számíthatnak a beiratkozáskor, mert messzebbről is eljönnek tanulni, például ebben az esetben Topolyára. Topolyán viszont a középiskolai oktatás igen minőséges, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó lépés lesz, hogy megoldjuk ebben a községben a diákotthon kérdését. Április 3-án zárul az Európai Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírás gyűjtése. A szükséges 1 millióból már több mint 900 ezer megvan, közölte Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára Budapesten. Csáki Csongor elmondta, hogy Magyarországon adták le az eddig összegyűjtött aláírások csak nem felét, több mint 400 ezret, de még több tízezer lehet a gyűjtésben résztvevő egyházaknál, civil szervezeteknél. A főtitkár kérte, hogy a hátralévő két hétben minél többen támogassák aláírásukkal a kezdeményezést, az aláírásgyűjtések szervezői pedig minél hamarabb juttassák el a szövetségnek az aláírásgyűjtő íveket. A kezdeményezés elektronikusan a www.jogaink.hu oldalon írható alá. Aláírták a tartományi kormányban a vajdasági székhellyel rendelkező összesen 15 nemzeti tanács támogatásáról szóló szerződéseket. Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkár elmondta, hogy a nemzeti tanácsoknak nyújtott tartományi támogatás 2018-ban 60,1 millió dinárt tesz ki. A tanácsok azt működési költségeik fedezésére és program céljaik megvalósítására használhatják. Hozzátette, a támogatások különböző nagyságúak, attól függően, hogy milyen létszámú nemzeti közösségről van szó. A Magyar Nemzeti Tanács kapja a legnagyobb összeget, több mint 24 millió dinárt. A kormányalelnök ismertette, ez a támogatás elsősorban az oktatás, kultúra, a hivatalos nyelvhasználat és a tájékoztatás területén kerülnek felhasználásra. A Topolyai Gazdakör szervezésében a Vásártéri Otthonban a Prosperitáti Alapítvány által meghirdetett mezőgazdasági eszközök támogatására kiírt pályázatán integrátorként megjelenő két cég, a Csantavéri Gebi és a Doroszlói Holló Company Kft. Mutatkozott be. A Vásártéri Otthon nagy termezsúfolásig megtelt, a helyi és a környező településekről érkező termelők nagyon sok kérdést tettek fel a két integrátor képviselőjének. A Prosperitáti Alapítvány nemrég tette közzé mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak támogatását célzó, vissza nem térítendő támogatási pályázatait. Öt elemben, gabona, méz, zöldségféle, gyümölcs és sertés kategóriában pályázhatnak az integrátorként megjelölt vállalatokkal való együttműködésre az érdekelt termelők. A határidő június 15-e, akár csak a helyi termékek előállítását és népszerűsítését célzó további két, valamint a pályakezdő vállalkozókat segítő pályázat esetében. A hétvégén kétnapos pedagógus képzést tartottak a Bambi iskoláskor előtti intézményben. Szombaton és vasárnap reggel 10 órától kezdődnek a képzések, és este 6-ig, tehát ma 6-ig leszünk. Holnap vasárnap reggel 9-től kezdődik, és délután 3-ig fog tartani ez a képzés. Az összes intézményünk dolgozóinak, tehát az óvónők részt vesz ezen a képzésen, a magyar ajkóvónők, illetve az iskolákból hívtunk tanítónéniket,
illetve Hegyesről is részt vettek az óvónők, mivel 80-an vagyunk, tehát az volt a feltétel, hogy csak akkor tudjuk megszervezni ezt a képzést, hogyha 75 óvónőn felül lesz a jelentkezés. Az a, ugye tudni kell, azt el szeretném mondani, hogy nekünk a óvónőknek, illetve a tanítónőknek 5 év alatt 120 pontot össze kell gyűjtenünk, és nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, mivel e továbbképzés alkalmával az óvónők, illetve a tanítónők 24 ponthoz fognak hozzájutni, és ez nagyon nagy eredmény. Szinte mondhatnám, hogy hetente valamilyen továbbképzésen részt veszünk. Voltunk, tehát szeptembertől, hogyha most visszaforgatnám ugye az időt, szeptembertől körülbelül olyan, hát több fajta, több témájú továbbképzésen vettünk részt. Például felsorolnánk akkor egy párat, volt az Itedra, az is egy nagyon szép ilyen nép hagyományőrző néptánc ötszörös szeminárium volt, akkor volt egy korai intervenció témájuk továbbképzés, illetve a projekt tervezés, tehát ezeket úgy emelném, amelyek a óvónők munkájára nagy hatással volt, tehát sokat tudunk ilyenkor tanulni, új ismereteket, új játékokat tanulunk meg, és ez nagyon jó, mivel aztán majd ugye a munkánk során fel fogjuk használni a gyerekekkel, tehát a mai szeminárium is ugye továbbképzés nagyon szép ilyen játékokat tartalmaz, amit az óvónők majd ugye már hétfőn akár felhasználhatnak a kisgyerekekkel. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a Hagyományok Háza Hálózat Vajdasággal közösen szervezte a népzenei és néptáncoktatást, melyet a Magyar Nemzeti Tanács támogatott. A topolyai képzésen csaknem 80 óvodai és iskolai pedagógus vett részt Topolyáról és a környező falvakból. Az előadásokat Borsi Ferenc, dr. Lázár Katalin, Kelemen Zsolt, Kis Imre Szerda Anna és Szabó Anna Mária tartották. Különböző oktatásokon vehetnek részt a résztvevők. Ma, illetve holnap, tehát a topolyai képzésen összesen 4 oktató van most jelen, tehát 4 fajta oktatást hallgathatnak meg az érdeklődők. Szabó Anna Mária a népdal éneklésnek, illetve a népdal éneklés tanításának a módszereiről tart előadást, Borsi Ferenc népzenetörténetet ad elő, Lázár Katalin népiát foglalkozik, és ezzel kapcsolatban is tart előadást, illetve Kelemen Zsolt szintén a népzene oktatásnak a módszertanáról beszél ebben a 2 napban. Kinek a támogatásával jönhet létre ez a képzés, illetve tartottak-e már máshol is ilyen képzést itt a Vajdaságban? A képzés a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek a képzése. Támogatja a Magyar Nemzeti Tanács és a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság, és hát ugye Szabadkán volt már egy ilyen képzés, Zentán decemberben volt ugyanez a képzés, most Topolyán, és hát terveinkben van természetesen további képzések szervezése. Azok a települések, akik igénylik, és ahol megvan a megfelelő létszám, mindenképpen szeretnénk oda is elvinni ezt a sok jó dolgot. Vasárnap tartja évi közgyűlését a topolyai gazdakör. Tomik Nimród a szervezet alelnöke híradónk vendége. Március 25-én vasárnap 9 órától a topolyai vásártérben tartja a topolyai gazdakör az éves közgyűlését, amelynek 2 programja is lesz. Az első a zárszámadásnak az elfogadása, valamint a mezőgazdasági szakszolgálatból Barcsik Márta tart előadást az extrém időjárásról, hogyan kell és mi az, ami munkákat ilyenkor el tudunk végezni, valamint a vegyszeres flakonoknak a biztonságos elhelyezéséről és tárolásáról fog tartani előadást. Minden termelőt, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk. A topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban március 29-én csütörtökön mutatják be Tékis Tamás Samusejti című kötetét. A könyvbemutatóra 18 órától kerül sor a könyvtár padlás termében.
A Mátyás király év és április 2-a meseírás nemzetközi napja alkalmából rendhagyó tavaszváró kiállítást nyitott Topolya község művelődési háza. A Meseország kapujában című kiállítás minden munkanapon 10 és 17 óra között megtekinthető a művelődési ház mozitermének előcsarnokában. Március 24-én szombaton 14 órától 25 év a Nemzet Szolgálatában címmel színjátszó találkozót szervez az Erdélyi Hagyományokért Egyesület a Topolyai Művelődési Ház színház termében. A találkozón fellépnek a topolyai színitinik, a Topolyai Művelődési Ház mosolycsaló gyermekcsoportja, a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozata és a Topolyai Mara Amatőr Színház. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Egy világméretű klímavédelmi akcióra, a Föld órája akcióra hívja fel a figyelmet a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület, melyhez a 33. Szent Gellért Cserkés csapat, az Izlog Ideja Művész Klub és az Arkusz idén 6. alkalommal csatlakozik. Topolya is egyike lehet a világ több ezer olyan városának, ahol március 24-én este kialszik néhány épület díszvilágítása egy órára. Az akció főlátványosságára március 24-én szombaton 20.30-tól kerül sor a topolyai Sarlós Boldogasszony római katolikus templom előtt. Ekkor 60 percre a topolyai templom és az Izlog Ideja Művészklub fényei is kialszanak. Az akcióra várnak minden érdeklődőt, vagy erre az órára kapcsolják le otthon a felesleges világítást. A Komgrád Kommunális Közvállalat értesíti a lakosságot, hogy a húsvéti ünnepekben, a munkaszüneti napokon megváltozik a háztartási hulladék elszállításának rendje. Március 30-a péntek helyett március 29-én csütörtökön, április 2-a hétfő helyett április 3-án kedden, április 6-a péntek helyett április 13-án pénteken, április 9-e hétfő helyett április 16-án hétfőn szállítják el a háztartási szemetet. Az elmúlt hétvégén a Topola férfi kosárlabda csapata a pancsovai Chris Cross ellen lépett pályára, és 73-75 arányban alul maradt csapatunk. A következő ellenfél hazai pályán a Kulai Hajduk lesz. A mérkőzés szombaton 20 órától játsszák a Csáki Lajos általános iskola sportcsarnokában. Pénteken ismét felhősebb időre számíthatunk, kezdetben szállingózhat a hó. A fagyos reggelt követően délutánra 3-9 fokig melegszik a levegő. Szombaton változóan felhős napos időre készülhetünk, számottevő csapadék nem várható. A keleti szél gyenge, mérsékelt marad. Reggel még fagyni fog, délután 5-10 fokot mérhetünk. Vasárnap kezdetben naposabb, délután felhősebb, de csapadékmentes idő valószínű. Többfelé feltámad a délkeleti szél, a legmelegebb órákban 6-11 fokra van kilátás. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!